az elmélet helyét átvette a cselekvés időszaka. Mert bármerre is fordulunk, azt láthatjuk, hogy szembe jött velünk a jövő, azok a technológiai megoldások és újdonságok, amelyek alapvetően a zöld energiára alapozva fogják megváltoztatni a mindennapjainkat. Cél az a Fit for 55 csomagnak a felhívása, amely 2030-ra 55%-os szén-dioxid, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést ír elő. Egyre inkább törekszünk arra, hogy környezettudatos megoldásokat válasszunk, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsátást. Többnyire a szén-dioxidról szoktunk beszélni, de azért vannak más károsanyagok is, amik akár a fosszilis energiahordozóknak az elégetésével a légkörbe kerülnek. Nagyon fontos, hogy ezt csökkentsünk, és például a hidrogén egy ilyen tiszta technológiának tekinthető, mert nincs lokális károsanyag kibocsátása. A Honda Zrt-nek, ami kiemelten fontos a zöld átállás ügyében, az, hogy erről közösen együtt beszéljünk, közös nyelvet használva, és az edukáció szintén közös ügyünk. Nagyon színvonalasan megrendezett rendezvényen lehetünk itt a Honda jóvoltából, ahogy így körbenéztem, és pozitívumként tapasztaltam azt, hogy mennyi gyerkőc is részt vett erről, hiszen én is fontosnak tartom azt, hogy minél szélesebb körben a fiatalok körében is minél többet lehessen megtudni ezekről az elektromos berendezésekről. Nyaralás alkalmával is kipróbálom a gokartokat, viszont most voltam életemben először elektromos gokartban, és nagyon tetszett az, hogy gyakorlatilag az első pedál érintése leadja a teljes nyomatékát ennek a gépnek. A családban van elektromos meghajtású autó, nagyon szeretjük. Régen az volt általában a tendencia, hogy minél hangosabb dobokat tegyünk fel az autó végére, hogy minél jobban lehessen hallani, hogy közlekedünk. De manapság ez már olyan szinten átalakult szerintem a korral, hogy én nagyon szeretem azt, amit egy elektromos autó nyújt csend terén. Pécset dolgozom, és a munkahelyem és a különböző éttermi láncok vagy éttermek között minden alkalommal elektromos rollerre szoktam közlekedni itt a városban.